Versekkel és énekkel ünnepelték a madarak és fák napját a füzesabonyi óvodások. A Pöttömke és a Hétszínvirág óvoda gyerekei szerdán és csütörtökön a lőtéren töltötték a napot. Mindkét óvodában a madarak és fák napja alkalmából programokat szerveztünk. Ennek a programnak megkoronázásaként kijöttünk a lőtérre mind a két óvodával. Különböző akadályversenyekkel, váltó játékokkal, piknikkel ünnepelték a madarak és fák napját a gyerekek. A héten ragasztottak, vizuális tevékenységekkel emlékeztek meg róla, verseket, dalokat tanultak erre az alkalomra, amit a megnyitó alkalmával mind a két intézményből elénekeltek és elmondtak a gyerekek. Az óvodavezető szerint fontos a természetközeli nevelés. Mindenképpen az lenne a cél, hogy a gyerekek gyerekként megtapasztalják azokat a dolgokat, amiket aztán fenntarthatósági szempontból érdemes felnőttként is követni. Nagyon sokan mesélnek arról a gyerekek, hogy mennek a szüleikkel együtt kirándulni, túrázni különböző helyekre, ahol ismerkedhetnek a növényekkel, állatokkal, nagyon szívesen mesélnek az élményeikről az óvodában. Elkértük a FÜV Kft-től a buszt, és polgármester úr felajánlásából mind a két óvoda ingyenesen tudta igénybe venni a szolgáltatást, így semmit nem kell fizetnünk azért, hogy a busszal kihozták a gyerekeket ide. Itt szeretném megköszönni Szabó Krisztinának is, aki szülőként segített nekünk abban, hogy felajánlotta a városi lőtért erre a rendezvényre.